Így néz ki Újfehértó új kültéri kézilabda pályája. A 40x20 méteres UV-álló és az esővizet is elvezetni képes műanyag borítású játéktér nem csak edzések, hanem diák olimpiai mérkőzések lebonyolítására is alkalmas. A város önkormányzata még 2 évvel ezelőtt pályázott a Magyar Kézilabda Szövetségnél a fejlesztésre. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több lehetőséget adjunk a helyben élő fiataloknak arra, hogy sportolhassanak. Ezzel párhuzamosan szinte egy időben zajlik egy futballpályaépítés is a városban. Megkészült a Honvédelmi Sportközpont tavaly decemberben, és ez a következő lépcső, ez a kültéri kézlabdapálya. Újfehérton régen nagy hagyománya volt a kézlabdának, az utóbbi évtizedekben sajnos ez megkopott, viszont egy nagyon gyümölcsöző és sikeres együttműködésünk van a Kálló-Seméni Kézlabda Egyesülettel, akik ebben az évben megkezdték a helyi iskolákban a gyerekek számára a kézlabdoktatást. A Magyar Kézilabda Szövetség célja a programmal, hogy a korábbi baleset veszélyes beton kézilabda pályákat biztonságos kültéri játékterek váltsák fel. Újfehértó csak nem 60 millió forint támogatást kapott az új pálya megépítésére. Elsősorban miután iskolákhoz kötődnek, nyilvánvaló a fiatalok, a gyerekeknek a sportolással és ezen belül a kézilabdának a megszerettetése a fő cél. Ezt támogatta itt is Magyar Kézilabda Szövetség közel 60 millió forinttal ezt a kültéri pályát. Nyilvánvalóan a gyerekek ezt örömmel fogják igénybe venni, és mondhatnánk azt, hogy a Kézilabda Szövetség részéről, a helyi szövetség részéről is nagy öröm számunkra, hogy a 30 pályázó között Újfehértó városa is megnyerte ezt a pályázatot, hogy itt ilyen szép kültéri pálya jöhetett létre, illetve valósulhatott meg. Az átadó ünnepsége Nagy László, a Szeged, a Veszprém és a Barcelona egykori klasszisa azt hangsúlyozta. Nagy szükség van ezekre a beruházásokra ahhoz, hogy a sportág egyre több fiatal tudjon bevonzani. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek példát kell mutatni, és sportoltatni kell őket, úgyhogy mindenféleképpen érdemes nem csak beltéri sportpályákat létrehozni, hanem kültéri sportpályákat létrehozni. Egy gyereke sportoljanak, szabad levegőn vannak, gyakorlatok is, és emellett magasabb szintre is fihetik majd a sportvágban. Az ünnepélyes szalagátvágást követően az új kézilabdapályát a Kálló-Seméni Kézilabda Egyesület szakemberei által vezetett bemutató edzéssel avatták fel a helyi tanulók.